keeping it real, you know what I'm saying? Hey. Üdvözlöm minden kedves nézőmet! Hopp, ne sétáljak már el a kocsitól. Na, itt mételten, nem is tudok beszélni. Szóval, ismételten itt vagyunk a Far Cry 4 gyönyörű szép világában. Egyébként ezt nem nem faszkodásból mondom, hanem tényleg gyönyörű szépen néz ki a hely. Varázslatosak ezek a tájak egyébként, és a grafika hát igencsak adja magát, hogy jól nézzen ki az egész cucc. És... Figyelj már! Ez mi volt? Azt láttad basszus, csak fölállítottam és már be is szállt. Itt vannak mindenféle vadak. Na, szóval lényegében baromi jól néz ki a játék, és most mentem el egy Karma Event mellett. Szerintem már most felejtős. Szerintem ebből halál lesz. Figyelj már, ki akartak zsebelni, vagy mi a faszt álltak meg? Elnézsél, mert meghalsz. Na még hányat lőjek belé, te buzi? Search, please. Pöcsére célozzak, hogy kiszörcsölhessem? Na, végre. Mi az Isten? Figyelj már, vezessél már kulturáltan! Meg van csinálva egyébként, hogy a kocsi mellett, ha elmegyek, akkor szól benne a zene. Hú, de beszartam! Jött felém egy állatka. Lecseréltem a snipert, amit remélem most tudunk majd használni. Úgyhogy remélem az most hasznos lesz. De sárgul itt minden. Mi az Isten, ősz van? De milyen jó hangok vannak a kocsiba, basszus. Attól függetlenül megy ez a kurva zene, de ez a kis lemezrezegés. Fú, nagyon ott van. Tedd Luke percbe. Állj már meg, most megfordultál. A 40-en észrevettek ott egyébként szembe. Ide akartam fölfordulni, megnézzük, hogy ott mi a helyzet. Van itt valami hely. Meg a Pagamines lófasz, mert ugye... Vagy a Pagamines rádió megy, mert ugye itt most még nincs a rendes rádió, mert elnyomják a rádiótornyok. Vagy a másik szar, ugye itt nincsen térképünk, tehát nem látunk semmit. Nem tudom, mi folyik itt mögöttem, de tolasság, easy. Figyelj már, értelmesen nem tudsz tolatni. De várjál már, nem is arra kéne menni. Az Isten áldja meg ezeket a hülyéket, bazd meg. De 40 kilométerről sehol nem vagyok, bazd meg, de ők lelőnek, bazd meg. Egyéb kérdés. Szeretnél még esetleg valamit? Esetleg te? Nem úvoljad az emberkét, hanem szedd össze. Na, szóval gyakorlatilag itt egyre sárgább minden. Nem olyan zöld, mint a másik helyen. Vettem egyébként egy pár cuccot, azért fagyott el a lóvém. Na, gyakorlatilag szerintem nem is húznám tovább az időt itt. Itt vagyunk, itt az új csipám. Egyetlen egy dolog, kevésbé hat el olyan messzire. És itt nem lesz senki. Faszom, fogom tesztelni akkor ezt a szart. Ki
kéne próbálni majd egy outposttal, mert... rohadjatok meg, itt nincs senki. Na mindegy, annyiban nőtt, hogy egy kicsit kevésbé tud olyan távolra lőni. Pedig egy csipánál azért ez elég fontos, de kicsit kevésbé tud távolra lőni. Ettől függetlenül... Ki látott és hol? Hát ez a játék, ez egy hülye. Oh. Láttátok, nem kell tölteni újra. Menekülje, kis keci! Fussál, mint lecsúsztál a dombon, vagy mi az Isten? Tehát, hogy tár van benne. Most ez mi a faszt akar tőlem? Ezért kurvára sokat tudok vele lőni. Tehát gyorsan le tudok szedni vele bárkit. És még hozzájárul az is, hogy egyébként csak egy kicsit romlik a távolság. Az a baj, ezt nem, azt hiszem nem tudom megnézni csak ilyen izé helyen. Jó, az összes többi nem érdekel, leszarom. Foglaljuk el fel ezt a szart. Na, ezt a szart meg hogy a picsába lehetne elfoglalni? Na, azt mondja, itt lehet, hogy föl tudnék ugrani rá. Nem. De ugye az ajtó az offos. Az már látszik. Máshol nem nagyon lehet bemászni. Mind a két oldalról offos az ajtó. Itt a hordókon keresztül lehet, hogy föl lehetne menni. Nem. Hát én egyetlen egy dolgot találtam ki, hogy itt kéne fölmászni rá. Jó, viszont hallom, hogy csörög az a köcsög szar. De az csak belül csörög, bazd meg. Na, szóval ki van cserélve a sniperem, és nem tudom, ide hogy a picsába lehet följutni. Tudom már. Nem véletlenül van ez itt. Patkányok. Na most már világos. Itt lesz majd a láda, azt majd érdemes lenne majd megtalálni. Na szóval ide akkor föl kell ugrani. Nem itt van a láda. Itt is van egy láda, látom a ládát egyébként. Aha, igen, ez trükkös volt eddig. Már mindjárt felérünk, úgyhogy már nincsen problém. Így van. Nem adja be, bazd meg. Baszott nehéz. De látod, pont ezt mondtam, hogy itt, hogyha körülnézek, akkor itt tiszta sárga minden, baszki. Ott meg még zöld volt.
próbáljuk ki, hogy mennyire szar a fire rate-je. Ez teljesen jó. És tudunk vele, igen, ugyanúgy levegőzni. Gyerekek, teljes mértékben jó az új sniper. Sokkal nagyobb mennyiségű lövést tudunk leadni vele. Na, lássuk, hogy mit is szabadítottunk föl teljes mértékében. Rózsaszín. Ez mindig rózsaszín egyébként. Jó, ezt a helyet, ezt megnéztem, ezt előbb csináltam meg. Hát itt a disznók zabálják a kaját, látom, nagyon ott van a toppon, igényes kis animáció. És itt is van valami lófasz, amit még nem néztem meg. Hiszen most jöttem ide, hát mi az anyámat néztem volna meg. Na, azt mondja, felszabadult egy csomó új dolog. Az a baj, hogy ezeket itt nem lehet megnézni. De engem a map érdekel, hogy mekkora rész. UP achievement completed, na. Action completed egyébként, nem is achievement, bazd meg. Na, azt mondja, itt van ez a kis lótúró. Ezt az outpostot föl kéne szabadítani, és akkor szerintem az úgy kb. Meg is felelne a szerződési feltételeknek. De egyébként mindig ezt mondom. Az közben sehol semmi. Karma level 340-es. Na, nem baszakszunk. Átlendülünk oda. De bazd meg. Tudja, hogy ott van ez a szar. Logikus, logikus. Tehát én leszerettem volna jönni szépen, és erre ráengedtem magam arra a kurva deszkára, de persze, hogy nem ott van az a szaradék, tehát... Most el kell használnom egy ilyet. Szakadárfos. Még egyszer meg kell mászni, csak azért, mert gyökérfasz. Hol a kurva anyámba tudják lerakni ezeket a plakátokat, baszki? Hát én komolyan mondom. Így jöjjek be. Komolyan mondom, ki kell ugrani oda. Nem kell. Hú, az pagán minkunyhója. Nézzük csak meg. Nem, az a nagy szar, ahonnan jöttünk az előbb. De itt voltunk az előbb. Na, mindegy. Fasza, nem mondod? Bazd meg. Lecsúsztam a kurva szarról. De mentette akkor a torony tetején kéne, hogy kezdjünk, vagy legalábbis a közelébe. Aj, basszus, mennyire nehéz egyébként egy ilyen lószart, a kurva plakátot megtalálni valami kibaszott nehéz. Pedig nem egy nagy dolog, csak a kurva plakátot le kéne tépni. Nem, föl van rakva bazd meg az Isten háta mögé, és nem látod, hogy hol van. Úgyhogy csiralmas összekaparni, én addig iszok, míg ezt töltöget, az a baj, most ponnál betöltötte. Anyád? Szeret? Hol az anyámban vagyok? Luxus lett volna odarakni a rádiótorony mellé? Ma az anyád van? Mi van? Mit akarsz?
Napszemüveges köcsög. Na, ott van a kurva plakát. Az baszódjon meg. Amiatt haltam meg. Na, hát jó, akkor a meghalás egyébként teljes mértékben nagyon jól jött, mit mondjak. Ez a tipikus leérkezés ilyen ruszinkó módra. 250 XP-ért. Vigyázz, fa! Én szóltam. Mi az anyám ott? Teszteljük a snipert, mert a muszáj. Szóval itt teljes mértékben megváltozott a növényzet, és ez a nagyon sárga lett az egész. Elmentek a picsába, itt kell harcolni, mi? Mocskos gyerek. Mónika. Erre menjünk már be oda, mert biztos ad valami. Megtaláltad, amit tudjam én mit. Jó, hát akkor most már lootoljuk szét a helyet, mert az olyan tipikus. Oké, szétutoltuk a helyet. Még mi az anyám van ott, ami... Aja, az csak izé. Jó, oké. Meg hegezd már meg! Jó. Na és azt mondjam, hogy... Amúgy is arra kéne menni, úgyhogy teljesen mindegy. Róla nem volt szó, bazd meg, hogy ez fallal van védve. Ezért nem tudunk fölmenni a rohadt életbe. Van ilyen földobandó dolog? Nincs. Körbefutjuk másik irányba. Na, szóval lényegében baromi szép itt a hely, csak... Most már ez a izé van. Ilyen színből állunk. Na, hát ez itt faszán takar a fa. Miért érzem, hogy baromi sokan lesznek? Na jó, szerintem ezt ilyen bekóverkedéssel fogjuk megoldani. Ez a kóverkedés, ez a... Nem kértem ezt a szart. Senki nem kérte. Csak nyugodtan. Folytasd, kérlek. Szóval azt mondja, hogy van nekünk egyetlen egy riasztó rendszerünk. Nem kettő van. Hó, három van. Egyet oda aktiválni kéne. Hol a torony? Hát baromira nem lehet le rálátni. Tipikus. Van valaki itt. Mászkál itt. Faszom mászkál itt. Anyádék. Isten, csinálsz odafönn. Remélem lemászik itt, mert akkor leték downolom a faszba.
Nem fogok tudni fölmászni, nekem az a bajom. Tökéletes. Folytassuk tovább. Op, 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 az heavy, az heavy. Át kell valahogy mászkálni a másik helyre. Bemegyünk mindjárt annak a háznak a hely mögé. Na, sniper megy hátra. Más nem látok nagyon. Heavy jön vissza. Van még egy sniperünk, én ezt úgy érzem. Úgy érzem ezt. Jól érzem. Nem tudom, de az a parasztarcú nem állna ott, akkor most én rég kimennék a faszba. Kurva anyám, miért nem tudsz kiugrani egy kis kerítésen? Nem akarom lecserélni, de basszá. Jó, most az nem lát, de most ilyenkor a heavy látna meg. Igaz? Igaz. Lehet, hogy így a heavy-t le kéne takedown-olni. Azt is vegyük számításba odafönn. Ez balfasz. Amúgy ilyen helyen én is az lennék. Az már hulla. Basz meg, ez meg itt van mellettem és észre sem vett. Fadoboz a levegőbe. Itt van a torony. Aha, értem már, mit fogunk csinálni mi. Így látom fal mögött, hogy mit csinál. Szépen föl, mindjárt megfordul. Megnézzük, mit csinál. Itt fog állni egy fél óráig? Nem. Elsétál ide mellém. Körülnéz. Gyönyörű szép ez a fal egyébként. Lehet, hogy le kéne bukni, de hát. Pedig volt takedown. Fordulj meg. Nincs.
Nincs meték, de annál leteszedve. Jó. Errefelé jön, értem. Nem az, hogy mindegy, hogy ki vagy. Itt vannak mind. Úgy fogjuk csinálni, hogy én itt leszek. Vagy inkább ott. Itt. Erre fog el, amikor befordul, én ott lekapom a köcsögöt. A heavy-t, takedown-nal, és akkor utána megyünk a többire. Az ott nem fog minket zavarni. Lehetőleg ez sikerülni fog. Csipa az remélem nem basz be. De be fog, nem basz be, jó, oké. Okay. Akkor meglátjuk, hogy merre jön most a heavy. A másik srác az nem fog bebaszni. Észre se fogja venni a dolgot. Akkor mégis, hát ez van. Tökéletes. Fönn még mindig ott a heavy, bazd meg. Jó. Na, azt mondja, itt meg van valahol bazd meg egy hülye olyan toronygenyó. De hát kurvára nem látom. Most egyik se néz ide, igaz? Nincs is itt. Tetőn van. Hülye. Tetőn van és van lépcső fölfele? Nincsen. És kell. Nem kell. Googoljál. Ja, mert hogy én itt kilépek. Itt már nem lát senki. Az anyámban van. Még feljebb van. Mi az Isten? Nem, a gyerekek, hát hova? A heavy, ez ott fetreng. Jó, hát akkor az lesz, hogy én itt lemászok. Átmegyek ide. Itt van a torony, ott van. Ezt nem fogja neki megnyomni senki, tehát ha azt valaki meg tudja nyomni, én befosok. Azt kéne megnézni, hogy errefelé be fogunk tudni visszajönni. Be. Fegyveremet nem látnám, az meg tökre örülnék neki. Aha, nézed csak, ott nincs fel, valaki nincs. Nincsen. Van molotovunk. Mert úgy kéne, hogy leszedni a kettőt. Egyszerre, vagy hát egymás után. De úgy, hogy ne vegyék észre. Hogy így valahova ide elbújni, és akkor onnan jönnek. Ez most egy kicsit hosszú rész, mert csak takedown-nal leszedni őket azért az komoly. Úgyhogy nem vesznek észre, és nem is látják meg egymást. De én már látom, hogy hogy fogom megcsinálni. Ugye ott van fönn az a kis cucc. Arra majd én fölmászok szépen, mikor a snipe-t itt kinyírtam, mikor ide gyalogol.
Jaj, gyere már! Igen, az a baj, hogy ugye ki kell várni, hogy a megfelelő pozícióban legyenek. Azt a Radio Towert, ami arra felé van, most itt ugye nem látszik semmi a falon, csak a térképen mutatom, hogy arra felé van, azt ugye nem lehet megnyomni gyakorlatilag, mert a tetőre föl kell teljesen mászni, tehát az macerás, hogy ők azt megnyomják, és beriasszanak vele. Az az érzésem, hogy tetőről fogom lekapni a heavyt először. Ez a mocsok itt nem csinál semmit, most oda lefekszik, alszik. Anyámat csinálsz, te buzi. A snipe meg messze van, a heavy meg nem jön hátra. Igaz? Igen, ez viszont meglátná, én itt keresztbe futok, szerintem. A heavy, vagy a snipe mindjárt visszajön, azt elkapom, behúzom ide, itt nem fogják észrevenni. Csak ki kell ismerni őket, ez a baj. Meg be kell őket spottolni, mert egyébként nem látom, hogy hol mozognak. A király, kicsit a falon átjönnek a füvek, de egyébként ezek nincsenek lekezelve ilyen szinten, úgyhogy nem gond. Sok idő ugye, mert most 5 percét várakozom és nem csinálok semmit, és hogyha beszarok, akkor az nem lesz kellemes. Tehát ha észrevesznek, tehát a outpost mindenképpen meg lesz, kivétel ha kinyílnak. Akkor nem. Na, jön a kis barátunk errefelé. Kicsit belemászunk a falba, hogy biztos ne vegyen észre. Másik barátunk meg addig nem ott van, ahol van. Megfordulsz. Most kéne mennem, mi? Mindjárt megfordul. Forduljál meg. Elkezd jönni erre. Mi a fasz? Indulj már el! F-et nyomjad neki. Az meg megy már hátra. Húzd már be jobbra balra, bazd meg. A pöcsömbe akadtál be, mi? Azért ez komplex volt. Ez egy picit komplex volt. Nem látott meg, de mégis meglátott. What the fuck? Most én nem látom őt valamiért. Ajajaj, elindul. Mi ez a szódás üveg, te? Aha, bazd meg, ott még van még egy ember. Be se spottoltam, geci. Nem lesz olyan egyszerű ez akkor. Már pedig megcsinálható. Mondjuk most. De már. Beakadt pont a cucc. Na, most. Jó. Micsoda gépfegyverek vannak itt egyébként. Na
Ah, le tudok rajta ereszkedni? Nem? Na, megnézzük még ő, hogy merre mozog. Ezt szerintem idáig ki fog jönni. Most merre jössz? Balra jön. Igen, pont. Akkor menjél vissza. Ha takedown-nal leszedem még ezt is, basszus, akkor mindenkit takedown-nal szedtem le. Igaz? Igaz. Talán. Senkit nem szedtem le mással. Ah, most lehetne utána menni a másik oldalról. Igen. Ott áll, igen, és nem sétál erre? Nem, az a sniper volt. Na? Na mi a fasz lesz? Merre jössz? Most kiderítem, hogy merre jön. Ha nem erre jön, akkor meg megkerülöm és úgy nyírom ki, teljesen mindegy. Na már rég leszettem volna picsába a csávót egyébként. Ah, bazd meg. Kapcsoljuk le neki a 220-at. Megfordult, bazd meg, de minek? Ezt imádom, amikor így föltartja a fegyvert. És akkor ilyenkor, amikor célozni akarsz, akkor így rendesen kinéz. Na, igen, tehát hogy ezt elcsesztem, előbb kellett volna bemennem. Oda. Na most megfordul. Neki dől annak a szarnak. Én átjövök ide. Átmegyek ide. Itt lecsukkanok, így. F-et ad be, léci. Kész! Ennyi! Szuper! Csak takedown-nal! Ennyi! Vége! Köszönöm szépen a figyelmet! Akinek tetszett a videó, az dobjon rá egy lájkot. Akinek nem tetszett, azt nem tudom, hogy mi baj lehet vele, de egyszerűen ez valami hiper király volt. Jó, sokáig kellett várni, hogy megszülessen ez a fasz a kis eredmény, de nagyon király volt. Széttaktikáztam a fejemet. Mindenkit takedown-nal szedtem le. Aki pedig szeretné látni még hasonlókat, akkor az... Mindenképpen iratkozzon fel a csatornámra, nehogy lemaradjon a következő részről. És amennyiben... Mit akartam ezzel mondani? Mindegy. Tehát köszönöm szépen a figyelmet. Csősztök!